Tutti Tibor adja le éppen borait Mecseknádasdon. A fiatalember Mohácsról érkezett a kelet-mecseki településre, hogy részt vegyen a magyarországi németek országos borversenyén. Több fajtát is benevezett a megmérettetésre. Kettő darab fehér borral jöttem, egy fehér vegyes borral, az Rajnai Riesling, Bánáti Riesling és Riesling Szilváni, és egy olasz Rieslingen. És hoztam még egy vörös mintát is, az pedig Oporto kék frankos. A fehérek azok 21-es borok, a vörös pedig 20-as. Korábban csak a környékről érkeztek borászok, mára már azonban az egész országból részt vesznek a versenyen. A minták leadását zsűrizés követi, ennek során kiválasztják a legjobb vörös, fehér és rozé borokat. Két napon át 9 szakember bírálja majd az italokat, végül pedig egy csúcs zsűri választja ki a legfinomabbakat. Idén újdonság, hogy a legkiválóbb nedük mellett a legjobb fiatal borász külön díjat is kiosztják. Mindenki, aki igényel, kap hozzá olyan matricát, amin föltüntetheti, hogy mit ért el ez a bor ezen a versenyen, tehát ez egy polcon, egy üzletben nagyon jól tud mutatni. Másrészt pedig szintén egy helyi rendezvényen, az úgynevezett Grätzülfesten, itt bemutatjuk a külön díjas borokat az érdeklődőknek, hogy meg tudják ítélni, hogy a zsűri jól végezte a munkáját, vagy nem. A zsűri még a héten meghozza döntését, ezután április 9-én tartják az eredményhirdetést, melyet egy sváb állal kötnek egybe a Mecseknádasdi sportcsarnokban.